Sziasztok, én Zselyke vagyok. A harisnyás Pipiről szeretnék mesélni. Ő egy nagyon fura kislány, a Villakulla villában lakik, szeplős és coffos kislány. Nagyon erős. A lovával és a majmával Nilsson úrral lakik. Nagyon sok kalandja van, például amikor a betörőkbe mennek hozzá, és látják, hogy pénzt számolgat, és kérdezték, hogy lakik itthon anyukád vagy apukád, és ő mondta, hogy nem, csak Nilsson úr, és nem tudták, ki ez a Nilsson úr, és mondták, hogy majd később visszajövünk, és megvárták a késő estét, hogy biztos lefeküdjön az a nevezetes Nilsson úr is, és bementek, láttak a párnán egy lábat, vagy hát kettő lábat, és kérdezték, hogy hol van Nilsson úr, hol fekszik, és mondta, hogy itt lent a zöldbaba ágyba, és rámutatott a majomra. Kérdezték, hogy hol tárolod a pénzedet, és ő mondta, hogy fönt a szekrény tetején, egy kofferben, ők levették, Pipi megfogta, kivette a kezükből, és mondta, hogy ha megszolgáltok, akkor majd kaptok egy-egy aranyt, és az volt a szolgálás, hogy kérdezte, hogy tudnak-e táncolni. Az egyik mondta, hogy igen, a másiktól megkérdezte, hogy tud-e fésű muzsikálni, és mondta, hogy nagyjából, és elkezdtek táncolni, muzsikálni, és amire este lett, arra kifáradtak, és mondta Pipi, hogy adok nektek egy-egy aranyat, mert megszolgáltátok.